Az idő rövidsége ellenére megvalósult a szurkolói sátor felállítása Kiskörösön. Az eredetileg 2020-ban megszervezett bajnokság egy évet csúszott a pandémia miatt, és a szervezők még 3 héttel ezelőtt sem tudták, hogy megtarthatóak-e az EB-hez kapcsolódó rendezvények. Gyakorlatilag egy 1,5 hét ezelőtt tudtunk végül is pontot tenni arra, hogy akkor megtartjuk ezt a rendezvényt, ezt a lehetőséget, létrehozzuk itt a szurkolói sátort és az egész környezetet, és hát akkor sikerült megállapodnunk egy kiskunhalasi szolgáltatóval, aki elhozott egy ilyen 3,5 x 2 méteres ledfalat, ami kiváló lehetőséget ad a meccseknek a közvetítésére. A ledfal lehetőséget ad arra, hogy a szurkolók megfelelő minőségben tudják élvezni a mérkőzéseket, napközben is azonban ennek az anyagi vonzata jóval magasabb, mint egy kivetítőnek. A városvezetés vállalkozókkal fogott össze ennek megvalósítása érdekében. Több helyi vállalkozót megkerestem, akikről tudva levő, hogy nagy foci rajongók és foci támogatók, és minden helyi kezdeményezést is rendszerint támogatnak, és hát nagy öröm volt számomra, hogy gyakorlatilag első nekifutással meg tudtunk állapodni, hogy ezt a ledfalat lefinanszírozzuk. Itt megemlíteném a Drucker Kft-t, a Kunstaccess Kft-t, illetve a Hufba Wacker háruházat, aki nagyon sokat hozzátett itt a ledfalnak a bérlési lehetőségéhez, és természetesen a Kiskörösi Futballklub is, egyesület is támogatta ennek a szurkolói sátornak a megvalósítását, hát ha ők nem, akkor ki, hát nyilván. És hát természetesen nagyon sokat segített a Körösszol Kft. Ennek a helyszínnek a kiépítésében, az eszközök, padok, asztalok telepítésében, és hát természetesen az átélet majd a visszaköltözésben is megkapjuk tőlük a segítséget. Én úgy gondolom, hogy ez példaértékű itt Kiskörösön, úgyhogy nagyon szépen köszönöm itt a város, illetve a kiskörösi futballrajongók nevében is, hogy ezt megvalósíthattuk, hiszen minőségi keretek között láthatták már a tegnapi mérkőzést is a jelenlévők. Jól debütált a szurkolói sátor, és rengetegen nézték élőben a Magyarország-Portugália mérkőzést. Minden helyet lefoglaltak már előre a nézők. Mivel a Kiskörös főtere fog otthont adni június 19-én és 20-án a Dunatisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztiválnak is, erre az időre elköltözik a sátor a szarvasfogadó előtti térre.